Szeretnék sikeres lenni. Nem is kicsit. És feltételezem, hogy más is szeretne. De mi is az a siker? Ha havonta 5 millió forintot keresek? Vagy ha írok egy könyvet, és eladnak belőle 50 ezer darabot? Vagy ha elérem a célomat, amiért már évek óta küzdöm? Engem azért érdekel, mert koromnál fogva még vállalhatok olyan lépéseket, amik segítenek a siker útján maradni. Vannak olyan emberek, akiket én sikeresnek tartok. Van, akit jobban, van, akit kevésbé. De ők sem mindenben sikeresek. Vegyünk egy példát. Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója. A Tesla egy olyan autómárka, ami már több mint fele annyi tér, mint a General Motors, de még század annyi autót sem adtak el. És Elon nagyon okos. Úgy ért a fizikához, mint mások a lángasevéshez. És elképesztően gazdag is, mint teljesítményben, mint hírnévben. De az életben mindennek ára van. Amit ő fizet érte, az a családja és a magánélete. Már négyszer vált, és a gyerekeivel sem foglalkozik. Miért? Mert napi 16 órát dolgozik, és a világ jövőjével foglalkozik. Sikeres? Attól függ, az élet melyik szegletét nézzük. Az egyikben igen, a másikban nem annyira. De vegyünk egy másik példát. Van egy YouTube-os, akinek majdnem 15 millió feliratkozója van. Évente több millió dollárt keres, pedig még egyetemre sem járt. A neve Roman Atwood. Naponta több millió embert szórakoztat azzal, hogy így fogja felé, maga felé a kamerát, és 10-15 percet feltölt az életéből a YouTube-ra. De Elonnal szemben nem ért a fizikához, és a videói nem viszik előre a világot. Mégis sikeresnek mondhatjuk, mert érte hozzá, amit csinál, és szereti. Az én célom az, hogy az általam sikeresen tartott emberek által elért sikerek közül kiválasszak néhányat, és azokat elérjem. De nem elég, ha csak kitűzöm a célomat, és afelé nézek, hogy ezt el fogom érni. Utána kell néznem, hogy ők mit csináltak érte, és azokat kell megtennem. Konkrétan szeretnék YouTube videókat csinálni, és programot írni. Annak is örülök, ha játék, annak is, ha valamilyen kutatóprogram. De másnak az is lehet a célja, hogy ugyanazokat a célokat érj el, mint Bill Gates vagy Steve Jobs, azaz olyan technológiai csapatot vezetni, ami megrengeti a világot. A siker mindenkinél különbözik. De akkor hogyan tudjuk megmondani, hogy ki sikeres, és ki nem? Erre ki kell találni egy skálát. Az én ötletem annyiból áll, hogy legfelül van az általunk legsikeresebbnek tartott ember, legalul meg egy hontalan. És mindenkinél be van húzva ezen a skálán két vonal. Az egyik, ahol szeretne lenni, a másik, ahol most van. És akinél az alsó vonal, azaz ahol most van, följebb megy, és ezáltal csökken a két vonal közti távolság, az sikeres, mert halad a célja felé. Akinél pedig az a távolság nem csökken, vagy nő, az nem sikeres, mert vagy nem csinál semmit, vagy visszafelé csökken. De miért jó az nekünk, ha el tudjuk dönteni valakiről, hogy sikeres-e vagy nem? Ez azért jó, mert el tudjuk dönteni, hogy mit csinálunk úgy, mint ő, és mit máshogy. Tegyük fel, hogy úgy megtanulok előadást tartani, mint Steve Jobs, és úgy megtanulok programot írni, mint Notch, a Minecraft, azaz a világ egyik legnépszerűbb játékának a kitalálója. Ha ezt a két célt elérem, és egy kis szerencsém is van, akkor körülbelül a skálán felső nyolcadán leszek. Ez úgy jön össze, hogy mind a két személy abszolút irányadó volt a témájában. Ők voltak a lámpások, a többi ember mögöttük jött. De elképesztően fontos hangsúlyoznom, hogy nem szeretnék mindent úgy csinálni, mint ők. Mivel én döntöm el, hogy mit csinálok úgy, mint ők, és mit máshogy, én döntöm el, hogy milyen ember leszek. Igen, én döntöm el, hogy milyen ember leszek. De ezekhez a szintekhez elengedhetetlenül fontos, hogy szeressem, amit csinálok. Ezáltal a munkából hobbi lesz. De olyan munkák is vannak, ahol hobbiból lesz munka. Például a YouTube. Itt álljunk meg egy pillanatra. Ki az, aki annyira szereti a munkáját, hogy azt mondhatná, hogy szinte egybeolvad a hobbiával? Pedig mekkora ajándék az az ember számára, hogyha úgy nézhet a munkája elé, mint hogyha egy kellemes időtöltés lenne? És ezt az ajándékot csak egy valaki adhatja meg nekünk, és az mi magunk vagyunk. Ha szeretjük a munkánkat, és a megélhetésünk sincs veszélyben,
Nem kell 5 millió forintot keresni havonta, ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Én úgy látom, hogyha elérem a célomat, és szeretem, amit csinálok, az anyagi dolgok majd saját maguktól megoldódnak. Azaz a pénz egy pozitív melléktermék. De nem hagyhatom, hogy én szolgáljam a pénzt, mert a pénznek kell engem szolgálnia. Nekem ez jelenti sikeresnek lenni.